Jogerősen elítélték Demeter Mártát hivatali visszaélés miatt. Az ügy 5 éve kezdődött, amikor a volt LMP-s politikus azt állította, hogy a honvédség repülőgépével utaztatták Ciprusról haza a miniszterelnök lányát. Rövid idő alatt kiderült azonban, hogy nem ő volt a gépen, hanem valaki más. Demeter Márta nem jelent meg az ítélet hirdetésen. A pénzbüntetés egynapi tételének összegét 3000 forintra, ekként a pénzbüntetés összegét 900 000 forintra mérsékli. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. Hivatali visszaélést követett el Demeter Márta volt LMP-s képviselő, mondta ki zárt tárgyalást követően jogerős ítéletében a fővárosi törvényszék. A bíróság ezzel lényegében helyben hagyta az elsőfokú határozatot. A volt baloldali politikusra kirót 1,8 millió forint pénzbírságot azonban a felére mérsékelték. Demeter Mártát azonban nem érdekelte a döntés, az ítélet hirdetésen nem jelent meg, így az utolsó szó jogával sem élt. El fogok mindent mondani a tárgyaláson. A volt baloldali politikus ellen még 2019-ben emelt vádat az ügyészség, amiért hamisan vádolta meg a magyar honvédséget, hogy az egyik katonai repülőgépén szállította haza Ciprusról Orbán Viktor miniszterelnök Flóra nevű lányát. Demeter Márta állításáról hamar kiderült, hogy nem igaz, mert a parlamenti képviselő összekeverte a miniszterelnök lányát egy Orbán vezeték nevű tiszt gyermekével, akinek volt engedélye, hogy a gépen utazzon. A dokumentumban az LMP-s politikus név szerint említette az ENSZ misszióban szolgáló katona gyermekét, és egy honvédségi kiképzés helyszínét is közzétette. Később sem ismerte el a hibáját, végig kitartott amellett, hogy szabályosan járt el. Még egyszer mondom, a kérdés feltevét sem is teljesen törvényes volt. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője akkor azt mondta, Demeter Márta képviselői mandátumát felhasználva politikai haszonszerzés céljából hozott hamis hírbe egy hazája szolgálatában álló magyar katonát. Erre egyébként nem nagyon volt még példa a magyar parlament történetében, hogy egy együgyű képviselő ilyen felelőtlen módon bánjon katonai és szövetségi rendszereken belüli adatokkal is. Demeter Márta nemzetbiztonsági felülvizsgálata akkor kockázatot állapított meg, ezért felmentették a Honvédelmi Bizottság alelnöki tisztségéből. A nyomozás után pedig vádat emelt ellene az ügyészség is. Több fiatal érezze azt, hogy szeretné a hazát szolgálni, szeretne a magyar honvédség állományába tartozni. Az álhírkeltése ellenére Demeter Márta nem kért bocsánatot, és a bíróságon sem ismerte el bűnösségét. A baloldali politikus, aki először az MSZP, majd pedig az LMP tagja lett, a tavalyi választásokon kiesett a parlamentből.